bent, ami normális, valamikor 50-60 ezer is tud lenni. Igen. Aha. Az durva. Hát persze, hogy minden a pénzről szól. Hát Petőfi is azért volt szegény, mert sokat költött. Én már ismerem a Dementor szavajárását, és nem csuklok olyan nagyokat, de hát... Megkérem a Nightbotot, a szerelmemet, hogy egy 5 perc CO-t azért adjon a Demének. Nekem nem tud adni. Jó, van, csak viccelek. A moderátornak adhat emiattam szünetet 600 másodpercet, akkor csetre nem írok, de láthatod, nem is írok. Igen, tehát hogy ez a Dementor kitiltásának nem sok értelme van, mert hangban van. Na és akkor már izé, már a kocsiból kihangosítva hívsz? Nem, én már itthon vagyok, sőt, már ettem. Rámen Az volt, arra mondtad azt az zörgést, nem? Jaj, hogy csatogott a kanál meg a villa. Ajaj. Meg a ceglédi vizes kanna is. Kriszti, most láttam, én most láttam, hogy mi futott le a fejedben, amit te hallgattál. Az a baj, én is tudom. Akkor van baj. Ja. Nem csak van tehetségem a gondolatolvasás. Így ebből a mondatból most úgy lefutott bennem, hogy te mire gondoltál. Az a baj, és nem baj. Férfiak túl egyszerűek. Tehát rá lehet jönni egy bizonyos idő után, ha valakinek van egy kis rutinja, hogy mikor, mire gondolnak. De ez nem feltétlenül baj. Ez igazából egy tök jó dolog. Mert a hasunknál fogva lehet minket vezetni, nem? Hát igen, felül legyen. Engem is, meg téged is, Pala, nem? Kaja legyen, a többi nem számít. Poci legyen mindig tele, alul meg mindig legyen üres. Ez a lényeg. Aha! Ezt most még így gondoltam is. Aha! Aha! Tehát a nők meg fordítva, alul legyen mindig teli. Ja. Ja. Legyen egy kis túrós batyú, nem? Hát azért... Hát mi van? Most mi van az a finom az, nem? Hát... Én a péksüteméről beszélek, én nem arról, amire te gondolsz. Persze, hogy ne? Te hogy gondolnál már? Túró Rudi, így van, úgy pászfolt, hogy a Rudi végére oda van kövülve, azt letöröd, mint a jégcsapot, tudod? A Pala már nem ismer belegondolni. Nem. Nem tudom, az én Rudim nem túrós, itt valami baj lesz. Hát igen, de lehet, hogy volt olyan nyáron, nem? Nyáron? Hát még nem volt meg az új baller. Átmentem a szomszédba fürödni? Tehát, hogy azt én, no. Bekéreckedtél anyukát az elejével, a vizem, bazd meg már meg. Én bevallom férfiasan, bekéreckedtem anyámhoz fürödni. Júj. Inkább, mint hogy túrós legyen. Ennyi. Vajon acceleration cardot a patent providerbe lehet-e rakni, nem mi? Nem biztos, nem tudom. Ér valaki egy kis vaníliás cigát. Házi sütés. Gyere! Gyere! Nózászerű! Csak nyisd ki, Pala, az ablakot, mert hátra megint kiviszi a transport. Köbüki, nyisd ki! Lehetne, hogy most kivételesen ne az ablakon jöjjön be! Ennyi.
Híres a rakott krumplim, híres, majd ezt csinálok nektek, esküszöm. Mivel? Hogy, hogy mivel? Mivel kínálsz meg még egyszer? A rakott krumpli. Ja, rakott krumpli. Hát... Már nem sokára az is ilyen, ilyen különleges dolog lesz a bótokban szerintem, ami még kapható lehet, nem? Szerintem januártól minden élelmiszerára el fog úszni a francba, de már lehet, hogy előtte is szerintem. Azt mondod? Most még most, figyelj, én voltam kint a piacon, melyik nap is? Talán csütörtökön? Na, veszek egy kiló szeletet kenyeret, de 1600 én nem vett rá, jó Isten, hogy vegyek, hallod? Inkább nem eszünk kenyeret akkor. Nem, mint a szarevés lenne ez is, de felesleges. Valaki írt nekem, bakke, de ki? Én azt nézem, hogy a sütőbe... Van a sütő. Az a sütő. Hú, hirtelen, olyan szép, majdnem ránéztem, hirtelen más gondoltam, hallod? Na. Én azt hittem először, hogy kutyaszar van valami tányéron, de most nézem a csigát. Hirtelen, hogy beléptem a képet, megláttam, mondom, mi a szar? Ez jut a eszembe, de nem, ez a vaníliás csiga. Uh-huh. Az szép. Még az illatát nem érezzük. Hát én semmilyen illatot nem érzek jelen pillanatban, hát úgy van dugóva. Hát taknyosodva azért mondom. Te be vagy taknyosodva. Tiszta izé, korság vagyok. Mert hát beteg lett a srác. Nem mondtam, hogy nem kell a blahán ott a sikátorba térdened egész nappal. Mondtam múltkor is, nem? Na jó, de hát föl alá sétálgattál, hogy hát ha arra jársz. Ja, és nem jártam arra, bazd meg. Hát én nagy faluba nem járok sűrűn. Engem annyira irtozok Pesttől amúgy is. Én is. Mindenhol van hülye, de ott aztán rengeteg van. Az mindenhol van, ahhoz nem kell itt lenni. Tényleg, akkor te tudsz Ceglédi Vizeskannán is játszani, a 8 kertbe laksz, nem Pala? Ceglédi Vizeskannán? Uh-huh. Én nem. Hát itt a barna testvérek, tudod. De az nem az én feladatom, hogy azon játszak, te fél. Kérd meg a juniort, hát ha megtanít. De ő biztos tud. A juniorék tudnak, az igaz. Azért mondom. Hol van az a lány, aki tudja? Mitől lennék boldog újra, azaz? Hát ezt énekeltem meg, és sok, nagyon év, sok éven keresztül énekeltem, azt süket fülekre. Nem találta meg senki a hangom valamiért. Már nem is fogja. Süket fülekre hal. Uh-huh. Én csak Érdbe voltam, Pesten még nem. Miután érdeklődsz, passzport, mi van? Érdben, Érdben. De ő nem úgy Érdbe. De azért mondom, amikor Érd, tudod, ki Érd. Hát ha meg benne volt, akkor meg Érdben. Ja, ja. Vagy Érdem. Ja. És még volt munkaidőben időd arra, hogy csináljál vaníliás csigát munkaidőben? Az tök kemény. Ilyen munkák jók ezek manapság. Nem. Ja, azt hittem a munkáján csináltad munkaidőbe. Nem, ez még tegnap. Ja, Érdvárosba. Van-e? De ő nem magyar. A password. Nem, nekem most 60 itt. Jaj, úgy magyar, hogy Erdélyben lakik. Na, úgy, úgy. Nem, problémám nincs. De nem is Erdélyben lakik most, messze igaz, mert Németországban van most. Ott tanul. Ja, glüci. Ja. Ja, ó, tifa, tifa, langsam, schnella, gut, gut, jaja, nem? Spitzendóze maximum. Az, 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 ezt mondta mindig a rokkozik Freddy is régen. Úristen, kodom neki, úristen, very big, very, very big. Ja, kicsire is ezt mondtam, mert csak ezt tudtam mondani, nem? Uh-huh. Én azért szerettem régen ilyen hülye filmeket, nem csak a pornót annak idején, hanem a régi filmek, amikor bejöttek még videókazettán VHS-en, és akkor nem szinkronizálták a filmeket, hanem egy narrátor. Ja. Férfi, nő, gyerek, ugyanaz a férfi, és akkor volt valami film, és
Pornofilm, és mondtam faszit. Igen, igen. Nyom beljebb. Beljebb nyomom. Nagyon jó. Így ment végig a film, hallott? Ez volt a narrátorozás egy pornófilm, meg gondolj bele. Borgasztó. Bajorországban vagyok, igen, nyaralok. De hát meddig nyaralsz ott? 5 évig, nem? Mert oda jársz suliba, nem? Password. De ha nyaralsz, akkor miért a videót nézed valami? Miért nem nyaralsz? Mert egyedül van ott. Tényleg a barátnőd is kim van ott, password. Hülye vagy, akkor az már nem nyaralás. Bocsánat, ez kiszalad belőlem. Hát te még nem mentél soha nővel nyaralni, látod? De, mentem nővel nyaralni egyébként, de én azt borzasztóságnak éltem meg, mert kevesebb volt benne a szex, és több a kirándulás. Uh-huh. Hát, de nem arról szól a nyaralás? Mi a fasznap elnéző látványosságokat ott az asszony melletted? Akkor minek? Igen, én ezzel mondom, hogy nem értettem, hogy még kell nekem kóbászolnom. Na, Norvég a csajod. Az igen. Akkor az vigyázz vele, mert hogy Dolph Lundgrennek a lánya, bazd meg, vigyázz vele. Aztán csapám akkorát, hogy ott maradsz. Jézusom. Norvég, mondjuk jó, jó, jó. Szőkék a norvég csajok nagy részben. Hát és nagy részben nem helyesek. Elnézést kérek, csak rátlagot mondom. Hát mindenki ezt mondja, a magyar lányok szépek, ez igaz. Tisztelet a kivételnek. Mert mi láttuk a papalában olyan nőt, hogy inkább azt mondanám, hogy bottal se piszkálnák. Jó, jó, de az most ugye, magyar volt. Nem, hát azért mondom, hogy a magyar lányok, de mondom a külföldiek, mert az ez... sok magyar fiú meg azt mondja, hogy a külföldi nők. Mert a Magyarországon van a legnagyobb keveredés. Mi van a legnagyobb? A legnagyobb keveredés. Igen? Hát igen, mert összekeverednek a, most már a magyarok a rómaiakkal is, igen. Ja. Én is 3 vagy 4. Levezettem a családszámat, a szerbtől kezdve a németig, minden van bennem. És Kipcsak van benne? Milyen? Kipcsak. Azt nem tudom, milyen. Nem követed a politikát akkor? Azt nem kéne belekeverni. Nem a politikát akartam belekeverni, csak Kipcsak testvéreink, na mindegy. Mi az nincs? Indián. Nem, van bennem szerb, horvát, szász. Bennem francia is van, apámnak a nevét akarom most átvenni, azt az lesz, hogy Le Sopoa. Faszom a 10. Avasz. Na jó, megyek, feltöltöm a bugyit inkább. Jaja. Papi la padon la ban si vous les copos de manu. Azaz. Na, akkor te szeretsz franciázni, hogy a hallom. Aha. Nagy D, ön brutális. Miért lennék brutális? Dehogy is. Csak pedig a mai fiatalok azt mondják, pia baszföld. Jó, de ezek a mai fiatalok, ezek mindenre azt mondják, hogy brutális, tehát teljesen tök mindegy, hogy miről beszélünk. Baszföld, kérdezd meg a csajodat, mit szólna hozzá egy seggből szájba, pedig azt mondják a fiatalok, hogy jó. Én nem tudom, még nem próbáltam. Nem úgy van, hogy a seggből szájba illetlenség? Dehogy is, hát miért? Olyan, mint a Magnum, a szádban olvad, nem a kezedbe. Ja. Hát tudod, hogy még esetleg van rajta egy kis, amikor bedugod neki, van rajta egy kis ropogos csokoládi, tudod, a külsején. Mm. Jó. A vizuálat adjuk ki ezeket. Én az a baj, nekem is, hogy én is levizuálok mindent, amit mond valaki. Nem, ebben az a jó, hogy meghozod az ember kedvét bármihez is, Dementor, azonnal. Már rögtön egy seggből szájba nyomnál. Az vagy? A hangulatba kerültem, igen. Hát kapjál el valami jó kis pókhálós nyugdíjast ott a lépcsőházba. Te ugye vagy te is. Megmond, te torok seprést is, meg kémény seprést is válasz. Hát,
Volt egyébként olyan, hogy ügyfél ezé 70 évesen rám indult, menekülni kellett. Ajaj. Tudod, hogy tudtad volna felizgatni, ha elvetted volna a nyugdíját? Nem. Szerintem erre izgult föl. Mire? Hát, hogy elvettem a nyugdíját! Egy, meg kettő, arra gondolom, letérdeltél neki a gépet csinálni, az kilátszott hátul a köműves dekoltázs, és arra gerjed be az öreg. Hát ez rendszeres, de hát most mit csinálják? De ez jó, mert ezek te kivehető fogaik vannak, ezek már nem is harapnak, nem fogaznak. Nem hülye, gyakorlatias. Ennyi. Ne csináljátok már, kor. De legyetek ordinári, na. 20 éves vagyok, és még nem tapasztaltam szerelmet. Figyelj, Passport, megmondom neked az őszintét. A szerelem meg a szarás ugyanaz, mert mind a kettő belülről fakad. Na jó, csak azért egy néha egy jó szarás többet ér, mint egy rossz baszás. Az igen. Így van. Ezzel mondjuk együtt értek, igen. De figyelj, hogyha neked a csajod norvég, és még nem tapasztaltál szerelmet, akkor valami nem oké. Ugye tudod, Password? Pedig a norvég nőkről azt mondják, hogy szárátétele gyógyítják a fitymaszűkületet, ők ebben speciálisak. Én úgy hallottam. A dementorban nem bír majd. Nem csak ma. Én ilyen vagyok minden nap. Ön O24-ben nyomja ezt a hülyeséget. De mi a rosszabbnek legyek komoly? Ebben a világban érdemes komolynak lenni? Ne, valahol ki kell kapcsolni. Tehát szerintem mindenki elfogadja, hogy 40 percen keresztül nézzük a Quarryt és beszélgetünk. Ennyi. És különben is 40 fölött már minden nap ajánlni. Jó, majdnem mondtam, hogy nyosgem. Hát inkább belőlről, mint hát. A norvég csajok elintéznek, kemény lányok. Én nem erről beszélek, Password, hanem arról, hogy egyáltalán minek kavarsz olyan nővel, akiben nem vagy szerelmes. Ezt kéne megérteni. Vagy lehet, hogy csak skalpot gyűjt. Kalanai, vagy ebben a világban már nincs ilyen, hogy szerelem kell ahhoz, hogy kavarjál valakivel. Hát pedig akármit mondasz, én így vagyok vele, hogy a szerelem nélkül nem is akarok semmit a nőtől. Igen. Most mondom neked. Így nem tudom, nekem erre így lelkileg szükségem van. Szia, fenyves. Nekem lelkileg szükségem van arra, ha egy intim kapcsolatot teremtek valakivel, akkor az valóban... Hogy oda feküdjön, széttegye a nő lábát, azt na, végeztél már? Nekem ezért nem kell nő. Ehhez nem kell nő. A mosógépet na, inkább megtanulom kezelni. Na már a fenyves hangba jönni, hallod? Hát, az egy fenyves, mindennek van határa. Ennyi, nem jött még a donét. Nem azért. Hogy de ganék vagyok? Miért vagyunk ganék? Nem. Mert én azt mondtam. Én úgyis én vagyok a Palának a sugar daddy-je. Így van. Széttegyem a lábam megint? Nem kell. Igen, csak most hátulok. Azért nem pucsítok, mert akkor tényleg kapnátok egy masszív kőműves dekoltást most. Nézd, a fenyves ott van a várakozóba. Nem, most a Krisztivel beszélgetünk. Nem, engem nem zavar, nyugodtan, hát nem. Nem azt mondtam, hogy téged zavar. Húzd be, Pala, úgyis kiégetem, mint most is élőadásban. Húzzam be, élőadásban. Tölt a 10 000-es. De már nincs ott. Nem. De gyere vissza, most ne legyél már ilyen, ne sértődjél már be, fenyves. Ezért mondtam, hogy nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet az. Beszéltem vele, s megtetszett, azt írja a Password, a csaj. Aha. Akkor jó beszélgetést, írja a fenyves. Na, húzd már be, itt van a társalgóban. Na, csak ne tűnj már el onnan, fenyves. Elég nehéz úgy behúzni, ha eltűnsz, te fiú. Hello. Jó beszélgetést.
Nem az, készül már a csülök nekünk? Ez a első kérdésem. Még nem. Akkor kik? Mi mindenkiből kihúzzuk a kaját, de mentor. Figyelj, figyelj, mi jövő nyáron mi turnézhatunk egyet, hogy kitől kapunk enni. Megyünk az Ászfördékhez, megyünk a Fenyveshez, megyünk a Krisztiához. Mi az? A nőköt kétszer is. Így van. Ja, én is azt szoktam mondani, hogy megdugok mindenkit, a nőket kétszer is. Azaz. Live is lesz belőle? Mert ugye a kajálásból. Mi lesz belőle? Live. Hát én nem tudom. Miért akarsz belőle egy live? Érted? Aminek nincs olyan az internet, az meg se történt. Ja, ennyi. Igen? Nem tudom. Nem volt fönn a fiam csinálása neten, mégis létezik. Hogy a faszba van, nem is tudom. Biztos ez valami kamu gyerek. Nem, úgy csináltam, hogy ráhokiztam a csirtán, vagy jó picsárugtam az asztont, azt egy teherbe esett. Én így csináltam. Régies vagyok, tudod, régi falusiasan. Nem igaz, mert elszerélted egy malacért gyereket. Gólya hozta. Annyi, ja. Mint a hülye gyerekeknek mondják, ja. Azt nézem, de mi az ilyen maga? Nem, mert le vannak állítva, mivel már annyi hemp lett belőle, nem, Pala? Annyi hemp van már az emerendszerben, hogy nem kell most több éppen. Értem. Összeraktad a bútor? Megjött a munkalap, tényleg? Még az egy-két hét. Gránit lesz? Nem. Gránitot szeretnék, ezt szeretném hangsúlyozni, de nem lesz az. Abban időben csak kicseréled, ha lesz rá lóvé, nem? Igen, az is benne van a pakliban. De arra gondolok... Azt mondják, hogy munkalapot Ukrajnából könnyű szerezni, mert ahol szétlőtték a házakat, onnan lehet vinni ingyen is. Ilyen van. De akkor már inkább már tankpáncélból csinálnám. Azok is vannak ott elhagyva tankpáncélból, a legjobb sokáig tart. Azt nem karcolod meg a késsel. Azt nem. Kira tért a bombázás ellen is védelmet nyújt. Hát azért nem mindegyik páncélzat a tanknak, mert most már mindegyiket be lehet lőni. Meg az a baj, hogy mostanában, hogyha Budapestet bombázás éri, az már valószínűleg nukleáris lesz. Így van. Mondjuk az engem egy kvíz. Az ellen a tank se véd. Én hallom Fenyvest úgy, mintha a WC-ből beszélne, ilyen. Ő mindig onnan a boros pincébe. Ő mindig a WC-be elbújik, mert különben hallanák a szomszédok, hogy mit beszél. De a WC-be így jobb, hallom. Így jobb. Messze volt a mikrofontól szerintem amúgy annyi csak. Igen. Szexuális hangja van. Baszik a pillanat. Kezdődik. És akkor mindig azt mondják, mi beszélünk ki erről. Undorító. Tudjátok, tanultam. Férfi nővel, hát milyen undorítók, a mocsos heterok. Hú! Nem? Szerintem. Az már nem menő. Hát nem. Az a menőnek nem menő, ez tény. Beállítottam egyébként az Dementor, hogy ezt a vasport, ezt folyamatosan kraftolja, ha tudja, és így sütögeti. Fehérport kraftoltassá, ne vasport, bazd meg. Fehérport. Utána már kerekséget csak találunk valahova hozzá. Én Ukrajnából vásárolok kalasnyikovokat. Vasport? Terolárhárító vagy? Kicsoda? Vasport. És mit csinálsz az AK-47-esekkel? Nem kapunk rá választ. Nem. Csömbbe maradt. Mert szerintem ez nemzetbiztonsági ügy lenne belőle. Ja.
Egyébként tök érdekes, hogy itt most már a karja az nem úgy csinálja, hogy szintenként haladva ás le, hanem mindig a legfelső egy blokkot lebontja, és így hát meghagyja. Ez azért van fenyves, mert ugye most ez nem IC2, ami benne van, hanem ez az Industrial Contraptions, ez valamilyen modernizációt. Jó, hát mert tök érdekes. Meg az, tudod mi a furcsa benne fenyves, hogy csak egyedül az IC-s áramot fogadja el, nem? Uh-huh. Nem fogad el semmi mást. Mechanizmus kamarit össze tudsz rakni egyet? Nem tudom, mennyire nehézkes jelenleg az most neked. Te eddig hol jártál? Hát dolgoztam, aludtam. Nem, nincs benne olyan. Nincs. Hát van nekünk digital miner is. Az. Az van már. Hát csak tudod, az... Tiltáccsal szedik ki, de nem olyan gyorsan, nem egy fürge szarvas, az se. Hogyha berakod a speed upgrade-et, akkor se. Hát de azt még nem raktuk bele. Azt nem raktuk bele, mert a reaktor, ami meg van építve neki, az nem bírja árammal tölteni. Az extrém reaktor. Uh-huh. Szerintem az a világ összes áramát megenné, szerintem. A fegyvereket a passzolod. Na, én egy 9 millis berettával lőttem. Na, az jó. Kire? Erre se kapunk választ. Baj. Nemzetbiztonságügy, nem érted? P-ügynök, meg a D-ügynök vagyok, bazd meg, tudod? A fekete ingesek, a fekete lasztövek. Ezé? Men in black, bazd meg. Na, tudod, a beszélő kutyával ezt meg kell tárgyalnunk, várja. Azt mondod, hogy nyuszikára lassan öltönyt kell varatni? Így van, így van. Azt nem gondolkozom, hogy tudná sok energiát termelni gyorsan. Hogy érted, hogy tudnánk sok energiát termelni gyorsan? Nem, azon gondolkodik. Így jel nekem, nem tudunk sok energiát termelni egyelőre gyorsan. De sok energiát felhasználni fogunk tudni gyorsan. Mert itt az ultimate megoldás az ugyebár fixen a... Majd hogy a faszomba hívják a fúziós reaktor a mechanizmnak. Az a legúpébb energiatermelés, amivel valaha találkoztam Minecraftba. Csak nagy mennyiségben hatékony szerintem. Figyelj, ezt az extrém reaktort lehetne továbbfejleszteni, mert csak basic. Csak hát a reinforced, meg a több ilyen van az ultimate, de azon meg az Isten vasá elmegy, nem Pala? Pont ez így van, a vas utánpótlás még a folyamatban van kategória. És a solar panel, az is sok vas. Minden sok vas. Tehát jelen pillanatban azon dolgozunk, hogy a gépeink egyáltalán emberi tempóban dolgozzanak. Most overclockereket gyártok egyébként, de ehhez nincsen üvegünk. Csak akkor daráltassál homokot. Már csináljuk. Rajta vagyunk. Vagy menj el a homokozóba. Homokozó? Ha. Ja, a szomorú szamuráj bakke. Szomorú szamuráj. A Balatonban húszott a delfinekkel a baromja. Nem tudom mit szedett, de akkor nekünk se adott, hallod, az ökör. Hogy mondta az egyik shoulder klubos, mondja, hogy nem tudom, hogy mi volt az a cincs folyton a fején, biztos ránőtt az artériára. Nem, hát most beindítottam, hogy készítsenek el nekünk 1000 darab üveget. Azt így az Elite, hogy etilén gáz is jó áramnak, csak valami növényfarm kell hozzá. Igen, ezen gondolkoztam én is. Én is emlékeztem, csak nem emlékeztem, hogy milyen gépnek a neve, ami termelődött az áramot. Gyerekek. Na mondjad, Pala. Keresztük a perecet. Én most nyomok speed upgrade-et ebbe a gépbe, hogyha jön érc, akkor dolgozza föl. Meg na, nyomok speed upgrade-et. A bányába vajon mennyi speedet lehet belenyomni?
Hogy... 8-at? Én nem tudom. 8-at, a 8-at nem? Bele lehet nyomni, nem, nem az a kérdés egyébként. Ja, hogy mennyit bír a rendszer, mi? Már semennyit, mert már villog. Már villog, kibe kapcsol. Ja. Na, talán a 4-jel, de hát még úgy is rötyög benne az áram, látod, nincs benne elég áram. Úristen, már 2100. Igen, szerintem a, ez a biomaszos energiatermelés az pár most segíthetne. Dehogy is. Az... Állandóan áramot akartok termelni, amikor a reaktort kell csak megnövelni. Ennyi. És az nem kell vas? Nem, dehogy is. Hallottál te olyat, hogy reaktorod vas kell? Mit igen tudnál csinálni, ha nem harcod meg a gondolatmenetért? Hogy a digital minerrel csak a magnet szedetet ki. Tehát elmégsz valahová kicsit messzebb, és egy energiakockával felturbózva kiszedett csak a vasat arra bizonyos területről. De most a reaktor, igen, 100%-on megy Zoli, a reaktor full kapacitással megy. És ez egy ilyen RBMK-tó reaktor? Azt írják, hogy electrolytic separator, pressurized reaction chamber, és gas burn kell hozzá, generátor kell hozzá, hallott? Igen, igen, az egy középtávon nagyon jó kis energiatermelés, arra emlékszem. Azt használtam is. Tehát a Pali nem hallgat senkire, hiába mondjátok neki. Nem csinálok, én megnövelem a reaktort. Vigyázz, hogy nehogy pozitív reaktinyezős legyen a reaktor végül. Mi a bajod? Mi köze van a vécnek itt a dolgokhoz? Mi van? Már megint jön a tripper kankó szifilis. Azaz! Azt írja, 70K, azt írja az Elite, hogy az 70K RTF per tick maxon. Ki tikkel már megint? Nem tudom, ránk tikkelnek a fiatalok. Ennyi. Nem csak próbálunk segíteni. Ja, hát de a Palának hiába beszélt, tehát aranyhal memóriájában se hallotta, azt se tudja, mit mondták 7 perce. Ugye, Pala? Hogy mi? Mi? Csak bírtam volna szedni le így a Pala az ötejét, ezt csak mi? De gonosz vagyok. De hogy is. Így van, aranyhal memóriája van a Palának, így van. Én nem tudom, ezt azért senki nem tud. Szerintem, aki egy ideje nézi az adásaimat, az tudja, hogy olyan a memóriám, mint egy aranyhalnak. És a Covingtont meg mindig elfelejtem bevenni. A persze, mert nem jó a memóriá. Így van. A mim? Hogy? Ennyi. Ezért, hogyha a Parkinson betegséged az Alzheimer kóroddal keveredik, mert legalább elfelejtesz remegni. Jaj! Lőjük le. Hogyan már? Hogyan? Tök igazom. Mondjuk a Parkinson, na jó, mert csak fogni kell a csúszdit, azt remegsz magadtól, magadtól húzod a bőröst. A többit meg kitöltöd reaktor glasszal, vagy mivel? Aha, persze, hát. Miért nem? Na de. Na nem, de. Ez volt a legkisebb befektetéssel, leggyorsabban több áramot című. Na aztán kineveztek már fenyvesenek a az új munkapozícióra? Még tesztel is alatt van a rendszer, de elméletileg terve van. Na és akkor ezzel azért gondolom drasztikusan több lesz a fizud is, gondolom én. Remélem. Remélem, hogy utoljára.
Ez egy nagyon túlélő vízi állatfaj, a remény. Jaj, a remény hal, azaz. Vagy ha nem, akkor én mindig elmehetek Németországba mosogatni. 1500 euróért. Mindenki micsoda? Megkeresett, Magyarországon mindenki megkeresett 1500 eurót havonta, csak abban a munka, azt a munkát kell csinálni, amiben jó, nem Pala? Jaj, ők megint kezdődik. De remény találtam ezt ki. Ezt valóban nem te találtad ki, ezt megmondták nekünk, és a szempillánk fennakadt ezen az apróságon. Nekem nem csak azon az apróságon, nekem azon az apróságon akadt fenn a szemem, amikor mondja a srác, hogy a nyugdíjasoknak nem is kéne nyugdíjt adni. Minek? Nem is értettem, hallod? Ezt ki mondta, csak hogy... Itt a lájba, mondta a Lacika. Én megkérdeztem volna tőled, és a te anyukád, hogy van? Meghaltak, mind a két szülei meghalt. Meghaltak. És akkor mondja, hogy ő nem adta, ezt nem hiszem el. Túl mert... nagy. Egy szinten magasabb? Igen. Ha megint befutottál a faszerdőben nyitott szájjal, én mondtam, figyelj oda. Eltereltük a baszkuránkkal a figyelmét. Hogy is a Palának nem lehet elvenni a figyelmét. Nem. Már sok körömpörkölt el, igen, de amúgy nem, meg pacallal, de amúgy nem. Igen, ez a velős pacla, hol? Hol? Így van, már ugrok is. Mondjuk az biztos, hogy a mai napig megemlegetem a pizzát, amit tettünk olaszba, hogy olyan finomat nem ettünk sehol, én szerintem még. Pala, ha adok 20 eurót, oda figyelsz? Azt így a password. Hova? Hova? Ami nem mindegy, csak figyelj oda. Azért a magyarok munkások azért, tényleg az ilyen pizzasütők példát vertének az olaszokról. Negyed óra elkészült frissen a pizza, ami Magyarországon... De a Magyarországon is hamar elkészül, nem azzal van a csak baj nem egyébként. Csak nem viszik időbe, mi? Igen. Tehát, hogy egyébként nem az elkészítéssel van a probléma. Hanem összevárják a helybeli dolgokat, gondolom, és akkor úgy. Hát, mint amikor nekem is kihozta 2 óra után a pizzát a csaj, azt mondta, mit csinálják vele, bazd meg. Nem tudunk kimenni frizbizni, sötét van, bazd meg. Mély friz. Hát, mert mondom, nézd meg a pizzát, kiveszem a dobozból, azt olyan kemény, mint a frizbi. Hát jó, hát de így volt. Mondom, vidd vissza, azt hozzá újat. Hát ő mit csináljon vele? Hát add a főnöködnek, nekem tök mindegy. Nálunk volt az, hogy rendeltünk X-szerű pizzát srácokkal, és egy és fél